Füle Lajos, ember. Alaptalan vadkül darab, melyből az úr szobrot varag. Forgatja és lassan evett mindent, ami fölösleges. Míg végül az kerül elő, amilyet elgondolta ő. Életemből is csak az marad, én Istenem marad, marad. A Biblián át, aki tud olvasni, minden napra jut annak ígéret védelem, hogy megszűnjék a félelem. Hit ez meg minden átvivel, csak hinni kell, csak hinni kell. A mennyi komputerek, hány milliárd komputerek, a föld, ki él a nap alatt, a mennyi komputerek mindenkit számon tartanak. S mi több? A tett, a gondolat, mi testet ölve megfogan, egy mennyi komputeren az is rögzítve van. Senki nem tanít!
legyen úgy, hogy Isten igéje hozzon gyümölcsöt életünkben gazdagon. Mi volnánk a nagy csoport. Én mindig is kiváltságnak tartottam ezt a csoportot, és ezzel a csoporttal együtt lenni, tanulni. Többek között azért is, mert a tanítókkal nagyon, nagyon jól össze lehet dolgozni és együtt munkálkodni, és egy ima téma miatt kezdeném velünk tanítókkal. Ebben a csoportban mindenkinek a polgári foglalkozása is kapcsolódik a gyerektanításhoz, gyerekekkel való foglalkozáshoz. És számomra ez nagy kiváltság, hogy olyan kort élünk, amikor iskolákban is hívőként megélhetjük a mindennapi életet, és szeretnénk ott is hűségesek lenni Istennek. És ebben is, az új tanévben, ami holnap indul, kérjük a gyülekezet támogatását. Ugyanakkor leginkább kiváltság azért is ezzel a csoporttal lenni, mert ezekkel a korú gyerekekkel a legkönnyebb talán foglalkozni. Nagyon fogékonyak Isten igényére, és minden, ami ezzel kapcsolatos. Hát milyen korúak is lennénk? Ugye most már jövő héttől várjuk a másodikosokat, de eddig a mi másodikosaink már befejezték az iskolát júniusban, és most ők harmadikba lépnek. Azért, hogy tudják a gyülekezetben is a testvérek, hogy kik ők, szeretnénk, hogyha felemelnétek a kezeteket, akik harmadikosok, harmadikat kezdtek, hogy imádkozzunk értük. Bölcsességért és erőért, hogy az iskolában is helytálljon. Magasabbra, magasabbra, úgy jó, úgy. Lassan kezdődik a tornaóra is, és ott jól meg kell nyomjogni. A negyedikesek, akik negyedikbe lépnek, jó magasra. Vannak néhányan. Köszönöm. Aztán jön egy olyan csoport, akiknek új lesz valamilyen formában mindenképpen ez a holnapi naptól induló iskolai év, hiszen júniusban ők búcsút mondtak a tanítónéninek, néhányan az iskolának is, és egészen új körülmények között kezdik az ötödiket, ami egy kicsit másabb rendszer, mint ami volt eddig az elemi iskolában. Kérlek benneteket, hogy emeljétek jó magasra a kezeteket, akik ötödik osztály kezdtek. Jó kis csapatunk van. Köszönöm. És vannak olyanok, akik már a tavaly beléptek ebbe az új rendszerbe, majd tőle kérhettek ötleteket, meg tanácsokat, érdeklődhettek, hogy milyen volt. Hát van valaki a csoportunkban, aki idén a hatodikat kezdi, és szeretném, ha most egy kicsit előrébb jönnél, Patrik, az, nem kell megijedni, nem foglak feleltetni, de nálunk az a szokás, hogy hatodikban már átlépnek, tovább lépnek a nagy csoportosaink, és ettől a naptól kezdve ő tini csoport hivatalos tagja, és szeretnénk köszönteni, és kívánni azt, hogy lehet meg a helyedet a tini csoportban, szeress oda járni, és szeresd Isten igéjét. És emlékeztetőként, hát ez is évek óta hagyomány a gyerek csoportjainkban, hogy egy-egy füzetet kapnak. Emlékszem, mikor kicsi voltam, alig vártam azt a pillanatot, amikor átmehetek egyik csoportból a másikra, hogy én is kaphassak egy füzetet. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz ez nektek Pécsben, meg azok is, akik kapták, de ha a kezedbe veszed, jusson eszedbe a vasárnapi iskola, a tini csoport, a nagy csoport, és hogy szeressük Isten. Én pedig szeretném azt, hogyha a tini tanítók nevében szeretettel köszöntenélek téged, Patrik, ha bár szomorúak vagyunk, hogy sokan elmennek a tini csoportból, de ugyanolyan nagy szeretettel fogadunk téged, és várunk minden vasárnap 9 órától a tini közé, és a füzetet mellé javaslom, hogy ne felejtsd el a víziádat is hozni, hogy mindazt, amit tanulunk, amivel foglalkozunk, azt saját víziát tud olvastatni.